Sziasztok, Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amiben szeretnék nektek bemutatni pár terméket. Meg fogom őket nektek mutatni, kettőt ki is fogunk közülük próbálni, de először gyorsan elmondom a sztoriukat. Aki követ Instagramon, az tudhatja, hogy körülbelül 2 hete voltunk Bécsújhelyen versenyen, lovas versenyen, utána pedig Bencéknél voltunk Sepsiszentgyörgyön Erdélyben. Bécsben találtam egy Douglas-t, ami egyébként nem egy nagy dolog, ugyanis Magyarországon is van, viszont olyan termékeket találtam benne, amit Magyarországon egyáltalán nem lehet kapni. Ezen kívül pedig Erdélyben Sephorát találtam. Voltam már párszor erdélyi Sephorában, úgyhogy tudom, hogy ott van Sephora, viszont mindig nagyon megerülök neki, amikor rájövök, hogy itt igenis van és tudok vásárolni. És nyilván nem hagyhattam ki egyik helyen se az alkalmat, hogy vegyek pár sminkterméket, illetve arcápolással kapcsolatos terméket, úgyhogy be is mutatom nektek őket. Ebbe a kis dobozkába összeszedtem nektek azokat, amiket a két helyen vettem. És most meg fogom nektek mutatni őket egyesével, és a végén úgy gondoltam, hogy 2 arcápolási terméket ki is fogunk próbálni. Vettem 3 darab maszkot, ebből az egyik, az egy ilyen kis tubusos, lehúzható maszkocska. Nagyon cuki kis rózsaszín színű, van hozzá külön ecset, azzal kell felkenni, és azt írja, hogy fél óra után le kell húzni. Ezt is ki fogjuk majd próbálni. Úgy gondoltam, hogy ezt a kettőt fogjuk kipróbálni most videóba. Az egyik, az egy nagyon érdekes peeling, radír, amire az van írva, hogy hab állagú peeling. A másik pedig egy booster maszk, egy C-vitaminos stimuláló maszk, amihez van itt egy ilyen aktiváló szérum, ebbe pedig egy fátyolmaszk található, össze kell önteni a kettőt, itt azt írja, hogy 2-3 percig hagyni kell, hogy összeérjenek ebbe az összetevők, és utána lehet felrakni az arcra, és 15 perc után le lehet venni. Azt írja, hogy van benne kelkáposzta, grapefruit, brokkoli, citrom és répa. Mindegyikhez oda van írva, hogy mit csinál, mi a szerepe ebbe a arcmaszkban. És akkor mutatnám nektek a sminkeket, amiket vásároltam. Ne haragudjatok, koszos a beauty blenderem, ugyanis már használtam, és elfelejtettem kimosni, úgyhogy ne haragudjatok, de itt van, vettem egy ilyen színű beauty blendert, itt látszik, hogy mi volt az eredeti színe. Csak beauty blenderrel sminkelek, úgyhogy ha meglátok valami új színűt, akkor általában szoktam belőle venni. A Sephorába vettem egy saját márkás alapozót, éppen fogyóban volt az alapozóm, úgyhogy amikor megláttam, akkor nagyon megörültem neki, mert régóta ki szerettem volna próbálni. Olajmentes és nagyon vékony rétegben is fel lehet kenni, és tökéletesen fed, alig érzed, hogy rajta van valami az arcodon. Ugyancsak saját márkából vettem egy púdert, 24-es vanília színű. Még mindig a Sephoránál tartunk, nagyon-nagyon szeretem a saját márkás ecseteiket, rengeteg volt eddig is, viszont megint találtam párat, amit meg kellett, hogy vegyek. Vettem egy satírozó ecsetet, nem tudom, mennyire látjátok így. Nagyon puha, természetes szőrű ecset, nagyon szépen lehet vele satírozni. És vettem még 2 púderecsetet. Ezzel nagyon jól lehet pirosítót vagy bronzosítót felvinni, nagyon puha, viszont tömör. Nagyon szépen lehet ezzel is felvinni az anyagot a bőrödre. Ez pedig ugyancsak egy kis arcpúderhez való ecset. Lehet vele bronzosítót felvinni, én mostanában highlightert vittem fel vele. Nagyon tetszik, ahogy felviszi a púder állagú anyagokat. És akkor, amit a Bencének a sztoriában láthattatok, hogy nagyon szeretem, amikor egy-egy nagyobb vásárlásnál adnak kis ajándékokat. Természetesen ez értékben nem túl nagy, viszont jól esik, hogyha kapsz egy kis ajándékot. Kaptam egy pórus tökéletesítő krémet hozzájuk, nyilván teszter mindegyikből, ez egy CC krém, a Sephorának a másik kollekciós alapozójából egy kis mintacsomagot, és kaptam még 2 parfümöt hozzájuk. És akkor ennyit a Sephoráról, most elmondanám, hogy a Douglas-be miket vettem nektek még Bécsújhelyen.
nagyon régóta szerettem volna már ezeket a termékeket megvenni, és nagyon megörültem, amikor megláttam őket. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy egyáltalán a Douglasbe fogok ilyet találni. Az egyik a Benefitnek a Cabo szemöldök gélje, ami egy ilyen kis tégelybe található, gélállagú krém van benne, és van hozzá egy kis ecset. Ezzel az ecsettel is fel lehet vinni igazából a terméket a szemöldöködre, viszont én jobban szeretek egy hosszabb nyelű, kicsit nagyobb fejű ecsetet használni a szemöldökömhöz, de természetesen ezzel is meg lehet csinálni. Ugyancsak a Benefittől megvettem a szemöldök ceruzáját. Nem tudom, mennyire látjátok, nagyon vékony, iszonyatosan vékony, nagyon precíz szemöldököt lehet vele csinálni. Meg tudod csinálni vele úgy a szemöldököt, mintha igazi szálak lennének benne, nem az a nagyon erősen ceruzával rajzolt hatás. És itt van Pore Professional, ugyancsak a Benefittől, biztosan, hogy nagyon sokan láttátok már. Iszonyatosan régóta szerettem volna egy ilyen bázist venni, ez ugye egy bőrtökéletesítő primer. És nagyon aranyos volt az eladó a boltba, ugyanis amikor én mondtam, hogy ezt meg akarom venni, akkor mondta, hogy van egy nagyon jó ajánlatuk, amit meg fogok nektek mutatni, most képen ide be fogom vágni, ugyanis fent hagytam Pesten, és nem tudom élőben megmutatni. Külön összeállított kis csomagot ajánlott nekem az eladó hölgy, 4 termék van benne, ennek az egynek az áráért, amit igazából nem is értek, hogy hogy tudják megcsinálni, viszont nagyon örültem neki, ugyanis megkaptam az eredeti méretű Pore Professionalt, egy folyékony állagú pirosítóval, egy szemöldökcsontra való highlighterrel, és egy szempilla spirállal, amit szintén Pesten hagytam, úgyhogy azt se tudom nektek megmutatni, de a képen látni fogjátok. És ezeken kívül az utolsó dolog, amit vettem, az egy All Nighter sminkfixáló pré az Urban Decay-től. Iszonyatosan régóta szerettem volna, nagyon sok külföldi youtubernél látom, hogy ezt használják, és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve, és nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, hogy meg tudtam venni, és végre találtam élőbe is, úgyhogy ez is megvan. Valamelyik következő videómban meg fogom nektek mutatni ezeket a termékeket kicsit részletesebben, illetve egy nagyon egyszerű kis minket fogok nektek elkészíteni ezeknek a segítségével is. Viszont most akkor ki fogjuk próbálni ezt a két terméket. Én már elolvastam előre, hogy hogy működik. Azt írja, hogy ebbe pár csepp vizet kell tenni. Itt van a kis csomagolás. És ó, de érdekes állaga van. Nyilván por van benne. És ezen belül van egy puff, egy olyan kis szivacszerű puff, amit puderhez is tudtok használni, mindjárt látni fogjátok. 2-3 perc alatt át kell dörzsölni az arcodat ezzel a habbal, a puffnak a segítségével, majd lemosni, és készen is van a radírozási fázis. Szóval, azzal kezdem, hogy gyorsan lemosom a sminkemet, és utána megcsináljuk ezt az arcradírt. És ezen belül van egy puff, egy olyan kis szivacszerű puff, amit puderhez is tudtok használni, mindjárt látni fogjátok. 2-3 perc alatt át kell dörzsölni az arcodat ezzel a habbal, a puffnak a segítségével, majd lemosni, és készen is van a radírozási fázis. Szóval, azzal kezdem, hogy gyorsan lemosom a sminkemet, és utána megcsináljuk ezt az arcradírt. Szóval visszatértünk smink nélkül, van egy szuper kis pattanásom, viszont ezzel nem foglalkozunk. El is kezdjük, megcsináljuk a radírt. Kibontom. Én azt hittem, hogy ebbe por van, viszont ebbe már most egy habállagú kis folyadék van. Azt írja, hogy pár csepp vizet tegyek bele, és egy vastagabb állagú krémet képezzek. Ahogy beletettem a vizet, elkezdett még jobban felhabosodni. Egy kicsit ki is csöpögtettem. Kiveszem ezt a kis puffot. Látjátok? Ilyen. Kicsit csöpögni fog szerintem. Itt van előttem egy tükör, úgyhogy megpróbálom szépen felvinni. Elég folyékony. Viszont nagyon jó illatú.
Jaj, nagyon folyik. Oké, a radírozással kész is vagyunk, ilyenkor természetes, hogy a dörzsöléstől egy kicsit kipirosodik a bőrötök, úgyhogy ne ijedjetek meg tőle. Össze fogom keverni az arcmaszkot, fel fogom tenni, és 15 perc múlva találkozunk. Le is vettem a maszkot, letelt a 15 perc. Nagyon jó érzés volt, egészen érezni lehetett, ahogy pezsgett az arcomon. Összességében mind a két termék nagyon tetszett, viszont a kettő közül a fátyolmaszk sokkal jobb érzés volt. Remélem tetszett nektek ez a videó, viszont van egy kis hírem, ugyanis nem sokára vloggal is érkezett nektek. Remélem, hogy várjátok, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, kapcsoljátok be a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést. A következő videóban találkozunk, sziasztok!